végignézte élettársa kivégzését az a nő, aki tanúként most különleges védelmet élvez. A bíróság ma hallgatta meg őt, mint a Dövényi gyilkosság koronatanúját. A nő egy kocsiból nézte végig, ahogy élettársát késsel, karddal szurkálták meg, majd agyonverték. További megrázó részletek a riportban. Nem volt a tárgyalóteremben az a fiatal nő, akit videón láthattak a tárgyalóteremben, miközben vallomást tett a szörnyű gyilkosság ügyében. A bíróság szerint, mivel mindent látott és megfenyegették, úgy ítélték meg, hogy jobb, ha nem jelenik meg ott, ahol a párja gyilkosai vannak. A vád szerint a három vádló adta sértett és a mai napon kihallgatott tanú egy gépkocsival indultak Putnokra, majd útközben a vádlottak bántalmazták a sértettet és magát, a mai napon kihallgatott tanút is megverték, fenyegették. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a tanú esetében szükséges a különleges bánásmódot igénylő személyi minősítés. A tanú részletesen elmesélte, hogy mi történt. Ő azt mondta, hogy előtte nem ismerte a férfi gyilkosait. Hogy elkezdték szurkálni, majd orvukálták, hogy drogos mert hogy meg kellett, hogy hallják. A tárgyaláson a vádlottak is kérdezhettek, de a meggyilkolt férfi anyja is kérdezett. Ő azt nem értette, hogy miért hallgatott egy napon át a fia élettársa. Miért nem szóltál hamar? Mikor már te anyukádéknál voltál? Nem engedem fel ezt a kérdést. Jó, nem akkor most én teszem fel ezt a kérdést. Miért csak akkor mondtad el, mikor hétfőn este 10 óra, 10-11 között telefonáltam. A férfi anyját a tárgyaláson többször is rendre kellett utasítani, aki próbálta kideríteni, hogy a fiát miként ölték meg. A vád szerint egyébként a férfit halálra kaszabolták, majd a testét egy emésztőgödörbe rejtették el.